Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett kisiskolás bajnokság lenti fordulóján vagyunk. Gyakorlatilag országos bajnokságról beszélünk, régiókra vannak osztva a bajnokságok. Most azzal a Somogy-Baranyai régióba tartozunk mi. Jelenleg a mai napon Somogy megyéből és Zala megyéből érkeztek egyesületek. U10-es korosztályt tekinthetünk meg a mai napon, a holnapi napon pedig az U8-as korosztályt tekinthetjük meg Szivacs kézilabdában. Milyen mérkőzéseket játszanak a csapatok? Körmérkőzéseket vagy valami más fajtát? A mérkőzések azok országos sorsolás alapján történnek, tehát véletlenszerűen vannak a mérkőzések, és a versenykiírást előre megkapjuk, tehát a meccseknek a menetét, és ez alapján áll össze egy forduló. A mai napon lehet valamit nyerni, és vihetnek valamit haza a csapatok, vagy csak a játék öröméért játszanak? Hát a játék öröméért, és nyilván a kézilabda népszerűsítésért vagyunk itt, és pontszerzés folyik a fordulók folyamán. A Gónáról mondanál nekünk pár szót, hogy jelenleg milyen státuszban van, hiszen hamarosan, ha jól tudom, vége a szezonnak. Hát úgy gondolom, hogy mivel én az utánpótlás korosztálya foglalkozom, 7 évesektől 11 évesig, a 11 évesek a 7. helyen végeztek a régióban, de őnekik már sokkal tágabb a lehetőség, ugyanis ők Baranya megyében is nem egyszer megmérettették magukat. A kicsikkel, az U7-esekkel, U8-asokkal rendszeresen nyerjük a meccseket sorjában, úgyhogy úgy gondolom, hogy megvan az utánpótlás a Góna csapatában. Ha valaki kedvet kapna a kézilabdához, hogyan talál meg titeket? Igaziból az Arany János Általános Iskolában és a Vörös Marti Mihály Általános Iskolában folynak az edzések, főleg a Gönczi Ferenc Gimnáziumban is van egy edzésünk. Bármikor lehet a tanév folyamán csatlakozni a Gónához, bármelyik korosztályban, U7-es korosztálytól egészen a serdülő korosztályig, és aztán ugye a felnőtt csapatba is bármikor lehet, hogyha valaki kedvet kap, úgyhogy mindenkit sok szeretettel várunk a Gónába.